Sok mindent mondanék ön kérdés nélkül természetesen. És hát annyit rögtön mondanék, hogy itt most megtörtem a csendet, aminek, a hallgatásomat ugyanis, aminek több oka van, egy, hogy már valahogy összejöttünk, akkor most ne legyek teljesen visszautasító, ez volt az eredeti oka. Aztán, hogy most a dolog ilyen kriminalizációs fordulatot vett, úgy gondolom, hogy most már eredetileg is ezt mondtam. Amik csak mocskolódnak, arra én nem válaszolok, ugyan egyesek azt mondják, hogy ha leköpik az embert, akkor nem mondja azt, hogy esik az eső, de én azt sem mondtam, hogy esik az eső, én egyszer nem szóltam semmit, és azt nem szokásom, hogy visszaköpködjek. De amióta, hát, hogy mondjam, és ez lényegében tegnap óta van, bár hát sejthető volt, hogy valahogy így alakul, itt kriminalizációs folyamattal állunk szembe, akkor úgy gondolom, hogy hát az ember nyugodtan megtörheti ezt a hallgatást, ami abból adódott, hogy én a puszta szemétkedésre nem tudok mit mondani, hát azt, hogy ez szemétkedés, ezt tudom mondani, ezt viszont nem érdemes mondani, mert ezt vagy más is tudja, mások közül egyesek nagyon jól tudják, mások pedig úgy gondolják, hogy mi vagyunk a szemetek. Ezen egy semmi nem segít. Inkább elemezni szerettem volna viszont, és szeretnék most is, nem védekezni. Nekem nincs miért védekeznem, mert nem követtem el semmit. Amit én csináltam, vezettem ugye ezt a projektet, a projekt egy pályázat eredményeként jött létre, a pályázat kiírásának megfelelő hát pályázatot adtunk be, megkaptuk a pénzt, és annak megfelelően tevékenykedtünk. Nem csináltunk semmi olyat, ami nem tartozott volna a vállalt feladatok közé, és azt hiszem a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük, és erről nincs mit beszélni, ami itt bűncselekmény számba jön, azok nevetséges vádak. Na most itt egy kicsit először hadd mondjam azt, hogy én azt hiszem nem hivatkoztam már hosszú-hosszú évtizedek óta Marx Károlyra, de most egyszer hadd hivatkozzam rá, hogy aki azt mondotta, nem tudom szó szerint idézni, hogy a történések a történelemben mindig kétszer játszódnak le, egyszer mint tragédia és egyszer mint komédia. Ez az, ami most folyik, ez komédia, és komédiával legfőképp azért válik, mert nincsen ideológiai bázisuk, ugye? A náciknak volt ideológiai bázisuk, azok még hittek is abban, hogy a germán faj magasabb rendű, és hogy a germán faj uralmát kell megteremteni a világon. Ezt az utolsó pillanatig hitték. A kommunisták is eredetileg hittek az eszméikben, de hát nagyon rövid ideig tartott ez a hit, később már az is csak egy a hatalmi törekvéseknek az ideológiájává vált. De volt ideológia. Amikor minket, és a legviccesebb ebben a történetben az, hogy most ugyanazokat a személyeket, részben ugyanazokat a személyeket, ugye direktbe a tegnap följelentettek Heller Ágnes és én magam, az alanyai voltunk az 1973-as párthatározatnak, Radnóti Sándor, aki szintén eléggé hát központi szerepet játszik ebben a történetben, ő nem volt direkt része annak a bizonyos csoportnak, amelyről a határozat szólt, de őt is kitették az állásából, vele is, mint egy csoport hát részével bántak, és hát még talán nem érdemes most hosszan sorolni a neveket. Tehát a vicces az, hogy akkor mi ideológia elhajlók voltunk, ugye egyszerre voltunk jobb és baloldali elhajlók, de ez teljesen mindegy. De a vád ellenünk az volt, hogy eltértünk a hivatalos doktrinától. Na most ez igaz volt. Tényleg eltértünk a hivatalos doktrinától. Hogy ez nem szabad, ez nevetséges, de hát az kommunisták elképzelése szerint
ilyesmit nem szabad. Ennek megfelelően mi valóban valamit elkövettünk, ami az ő szemükben nem bűncselekmény volt, mert nem, rendőri feljelentés nem forgott fenn akkor, de nem lehettünk a magyar kultúrának aktív részesei. Ma kénytelenek azzal operálni, hogy bűnözők változtatnak minket, és azt próbálják bebizonyítani, hogy loptunk. Ami egész egyszerűen nevetséges, amit senki nem is hisz el, de nincs más eszköz a kezükben, mert nem mondhatják azt, hogy ezek a hölgyek és urak olyasmit mondanak, amit mondani nem szabad, mert elvileg ugye mindent szabad mondani. Elvileg ez egy szabad demokrácia, ahol mondani mindent lehet, cselekedni azonban nem lehet mindent, mert lopni, gyilkolni és csalni nem szabad. Na most ennél fogva ránk kellett, hogy fogják, hogy lopunk, gyilkolunk, gyilkolunk azt nem mondták még, de hogy lopunk és csalunk, és nem tudom, micsodát csinálunk. És ettől válik a dolog komikussá, tudnilik, az kommunista rendszer keretei között az, amit ellenünk felhoztak, és ami hát igaz volt, és csak az ő szemükben volt megbocsáthatatlan, az hát természetes volt, hogy a kommunizmus idején van pártdoktrina, és aki radikálisan eltér attól, azt valahogy exkommunikálják. Ezzel szemben ma ugyancsak tartalmi okok miatt nem szeretnek minket, de ezt nem mondhatják. Ha valaki azt mondaná, hogy még, lehet, hogy még, de én nem hiszem, hogy ki tudnak találni maguknak egy ideológiát. Az egyetlen valami, amit én nem tekintek ideológiának, az egyetlen hát eszme, amit valahogy hát kolportálhatnak, ez a nemzeti eszme, ugye? De azt, hogy most nemzetietlenek vagyunk, miben vagyunk nemzetietlenek? Hát mint a Steiger Kornél, hogy a görögökkel foglalkozik, és nem a magyarokkal, vagy ilyesmi. De hát mondjuk, hogy ez filozófiában, hogy a magyarokkal kell foglalkozni, és nem a görögökkel, ez furcsán hangzol. Tehát a legegyszerűbb a számukra az, hogy minket egész egyszerűen köztörvényes bűnözőkként kezeljenek, akik X mennyiségű pénzt elloptak. Ezt azonban bizonyítani kéne. Ha még mindig jogállam vagyunk, ezt kétségbe vonni, mindaddig, amíg olyan ítéletek nem születnek, amelyeknek semmi közük, semmiféle valósághoz nincs, addig nem lehet kétségbe vonni, még mindig jogállam vagyunk, akkor ugye bizonyítékokkal kell szolgálni a tolvajlásainkat illetően, ami nagyon, nagyon nehezen fog menni, mert nem loptunk el semmit. Na akkor jönnek az ilyesmik, ami szintén nem bűncselekmény, tudomásom szerint, és így is, hogy az egyik alprojektnek a vezetője a lányom volt. Na de hát ez is csak akkor válna bűncselekménnyé, ha az alprojektre szánt pénzt én a lányom zsebébe dugtam volna, hogy tessék, költsd piperére. De ez nem történt, hanem abból a pénzből több mint 300 holokauszt túlélőkkel készült interjút kaptunk. Szóval lehet, hogy elmarasztalnak minket, én nem akarom előre azt mondani, hogy nem lehet, azt sem akarom mondani, hogy lehet, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De egy biztos, hogy a dolog nevetséges, mert bárki, aki ismer bennünket, ismeri a tevékenységünket, ismeri az emberi magatartásunkat, az tisztában van vele, nem hogy lehet, tisztában van vele, hogy sok minden csúnyaságot csinálhatunk az életben, de tolvajok nem vagyunk. No, szóval
Akkor most nézzünk mélyebben a drog, mélyebben. A komikumát az is adja a dolognak, hogy egy állítólag a kommunizmussal szemben nagyon határozottan ellenséges párt most ugyanazokat az embereket támadja, nem ugyanazért, mert mint tolvajokat, és nem mint ideológiai bűnözőket, akiket a kommunisták támadtak annak idején. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy hát mi van emögött? Jó, állandóan a kritikákban, az ő magatartásuk kritikájában a elutasító nyilatkozatokban utalás történik elég gyakran burkolt antiszemitizmusra. Na most a burkolt antiszemitizmust direktben tagadni én sem szeretném, de azért alapjában véve azt hiszem mégsem erről van szó. Komoly szerepet játszik a sajtóban, a sajtó mocskolódásainak tárgyává vált egy Steiger Kornél, egy Gerébi György, egy Borbé Gábor, és így tovább, ezek mind nem zsidók. Itt nem a zsidó kérdésről van szó. Itt most véletlenül tényleg a liberális gondolkodásról van szó. Egyfajta filozófiai gondolkodásról, és hát az én első és komoly kérdésem tulajdonképpen az, hogy miért tekint minden autokratikus rezsim, mondhatnám azt is, hogy diktatúra, de ez nagyon leegyszerűsítő, miért tekinti mindig a filozófusokat első számú közellenségnek egy autokratikus rezsim? Ezen érdemes gondolkodni, érdemes végig gondolni azt, hogy megpróbálni végig gondolni azt, hogy mi van emögött. Na most az én magyarázatom végtelenül egyszerű. És úgy hangzik, hogy kérem szépen, a filozófia majd minden korszakában, hol ilyen formák között, hol olyan formák között létezett, de majd minden korszakában a filozófia, hogy megfogalmazott feladatának tekintette, vagy sem, ez egy másik kérdés, de valamilyen értelemben praktice mindenképpen a feladatának tekintette másként nézni a dolgokra, mint ahogy a társadalom működését meghatározó figurák, és itt nem csak a politikusokra gondolok, hanem vezető ideológusokra, vezető tudósokra, és így tovább. És valamilyen módon ezzel egybehangzóan a köznép is gondolja a dolgokat. Nem arról van szó, hogy elutasítani feltétlenül azt, ami valamilyen értelemben evidenciának számít egy társadalomban. Nem erről van szó, hanem arról, hogy rákérdezni arra, ami evidenciának számít, rákérdezni arra, hogy biztos, hogy így van. Honnan tudjátok, mi az, ami ez az elgondolás alapszik? Miért gondoljátok, hogy ennek feltétlenül így kell lennie? A filozófia, ha nem is ezek a megszokott filozófiai kérdések, de a filozófia számára egy alapvető dolog az, hogy semmit ne tekintsünk magától értetődőnek. Lehet-e ezt, meg lehet-e ezt oldani? Ludwig Wittgenstein utolsó műve a bizonyosságról, az e körül forog, és hát természetesen azt is kimondja, hogyha most én Ludwig Wittgenstein azt mondom, hogy én nem vagyok Ludwig Wittgenstein, akkor többé egyáltalán nem lehet gondolkodni. Bizonyos evidenciákat kétségtelen, hogy nem lehet kétségbe vonni. De ha valaki azt állítja, hogy a kozmopolita zsidók a magyar nép ellenségei, akkor ezt mégsem kell készpénznek venni. Itt rá lehet kérdezni, hogy honnan veszed ezt, mivel alapozod ezt meg, és így tovább.
Amit nem lehet megkérdezni akkor, hogyha valaki azt állítja, Ludwig Wittgenstein azt állítja, hogy nem Ludwig Wittgenstein, mert itt azt kérdezni tőle, hogy te ezt honnan veszed, és mivel alapozod meg, ez értelmetlenség. De ezeket egyáltalán a beszéd lehetőségét, a gondolkodás lehetőségét, a létezésünk lehetőségét megalapozó állításokon kívül mindazt, amit a politika, az ideológia, a jog, sorolhat a közgazdaságtan, és így tovább állít, azokra mindre rá lehet kérdezni. Nem feltétlenül azért, hogy megcáfoljuk, lehet, hogy azért, hogy a végén el is fogadjuk. De azért, hogy állandóan tisztában legyünk azzal a dologgal, hogy kérem szépen, nem magától értetődő, hogy akinek hatalma van, annak igaza is van. De hát úgy tűnik, hogy a filozófiára egyébként sincs szükség. Tehát olyan szinten folyik ez az egyoldalú diskurzus ugye a sajtóban, hiszen hát megszólalni a sajtóban, főleg azoknak sikerül, akiknek a kezében például újságok vannak. Tehát utalok a Magyar Nemzetre, amelyik több mint egy hete naponta veszi elő a tolvaj jobb vagy baloldali filozófusok ügyét. Hát itt az is megfogalmazódik, hogy egyáltalán mit csinálnak a filozófusok, meg lehet-e enni vagy inni azt, amit ők csinálnak. Akkor persze nem tudom, hogy miért nem úgy teszik fel a kérdést, hogy zárják be az egyetemeket. Hát ez az, hogy hát nem csak ők azt fogják erre válaszolni, hogy kérem szépen, egyrészt nem a filozófiát támadjuk, csak a filozófia egy bizonyos formáját. Kettő, a filozófián kívül még számos hát humán tudomány létezik, amelyek ellen semmi kifogásunk nincs, legalábbis egyelőre nem is támadnak. Más disziplinákat. Erre még egyszer csak azt tudom mondani, hogy kérem szépen, a filozófiát is lehet egy pozitivista módon űzni, és ez a pozitivista módon űzött filozófia soha nem szálka a hatalom szemében, és lehet egy kritikai módon űzni. Ez a szálka a hatalom szemében. Na most természetesen kritikai beállítódású közgazdászok, történészek és természettudósok is léteznek végső soron. De a filozófiának egyfajta irányzata az alapjában erre a kritikai beállítódásra épül. Még egyszer mondom, a kritika, lehet, hogy félreértik az urak és a hölgyek odafönn, hogy a kritika nem feltétlenül azt célozza, hogy mindazt elutasítani, amit egy politika állít, hanem azt célozni, hogy rákérdezni arra, amit állít. Ez a rákérdezés. Én mindig rákérdezek. Ez az, ami végtelenül ingerlő a hatalom képviselői számára, és ha egyeduralkodó ez a hatalom, ha minden más hatalmi góc ki van ütve, hogy úgy mondjam, abban az esetben azt kell mondani, hogy a hatalom, mint olyan számára, most már csak egy van, ennek a számára bizonyos rákérdezések elfogadhatatlanok. Nem csak bizonyos állítások, a rákérdezés elfogadhatatlan, hogy se ezek az emberek semmit nem tekintenek szentnek, ezek mindent hajlandók megkérdőjelezni. Hogy mindent? Ebben nem vagyok biztos, de azért alapjában véve, hogy úgy mondjam, igazat adok nekik. Igenis, mi azt tekintjük a feladatunknak, hogy rákérdezünk a dolgokra, hogy ne fogadjunk el eleve, csak azért, mert föntről mondatik ki, és mert egybehangzik bizonyos hát, társadalmi rétegek igényeivel is. Én nem vitatom, hát őket valóban megválasztották a legutóbbi választásokon. Nem
mennék bele a politikába, hogy hogy sikerült elérni ezt az úgynevezett baloldalnak, hogy a jobb oldal ekkora fölényre tegyen szert, mert ők segítették hatalom, a baloldal, a szoclib segítette őket hatalomra, nekik örökbe hullott a hatalom. A másik oldal tökéletes tehetetlensége és szűklátos körülsége folytán. Na jó, ez az oldal is szűklátó körül, csak nem tehetetlen. Nos, ez az, ami a filozófusokban, mondom, a hatalom számára probléma, és akkor mindegy, hogy egy kommunista hatalomról, vagy egy ilyen tisztán pragmatikus autokráciáról van szó, fasisztoid hatalomról, sőt, a demokraták se szeretik a rákérdezést, csak ők tudják, hogy nem egyedül vannak a világban. A ma létező magyar politikai struktúrában az állampárt az egyedüli hatalom, és mint egyedüli hatalom úgy érzi, hogy megengedheti magának, hogy a kritika képviselőit, ez lehet a sajtó is, ugye sajtótörvény, de foglalkozásszerűen legfőképpen a filozófusokat, hát hogy így mondjam, elhallgattassa. Na most kérem szépen, most emögött bele lehetne menni, de nem óhajtok belemenni, unom már, nagyon unom. Azt, hogy ugye a botránya, a filozófia egész területén a Filozófiai Intézet új igazgatója által lett kiváltva. Ő és még mások a filozófiában egy nem kritikai filozófiai álláspontot képviselnek, bár ezt az igazgató tagadná. De mégis az a helyzet, hogy van egy vonal, amelyik nem kritizálni, hanem építeni akar, építő kritika, ugye? Ezt is, ez annyi minden jön vissza a kommunista időkből, olyan szépen jön vissza. És mi pedig azt mondjuk, hogy kérem, tényleg semmi nem szent. Nem kell tapsolni valakinek csak azért, mert a hatalmat képviseli. A magyar nemzetben, ami megjelent, az abban az összefüggésben jelent meg, hogy loptak, csaltak azok a liberális filozófusok, akik uralták a magyar filozófia egét, akik beterítették a magyar filozófiai gondolkodást, akik pozíciókhoz jutottak. Ők azok, akik összefonódva a liberális miniszterrel hatalmas pénzeket kaptak, és ezeket a hatalmas pénzeket hazavitték. Ez a, azt hiszem, hogy röviden összefoglalva a vád. De erre én röviden összefoglalva azt mondhatom, hogy ez nem igaz. Itt alkudozni nem tudok ezzel az állásponttal. Ez úgy, ahogy van, nem igaz. Hogy mi képviseljük a hatalmat a filozófián belül, semmiféle hatalmat soha nem éreztem a kezemben, és mint hogy liberális vagyok, tökéletesen elfogadható a számomra, hogy valaki másfajta filozófiát műveljen. Ami nem fogadható el a számomra, hogy ez a másfajta filozófiát művelő, azokat, akik úgy művelik a filozófiát, ahogy én szeretném, azokat el akarja hallgattatni. Én senkit elhallgattatni nem akartam soha. Na, a lopás, csalás, meg nevetséges, ez egész egyszerűen méltóságomon alulnak érzem, hogy erre egyáltalán válaszoljak. 800 ezer forintos hotel számla. Mit csinált? Nem tudom, ki jól találtak egy ilyen számlát. Hol lehet 800 ezer forint? Jó, rendben van. Ha az lehetséges, hogy egy 100 fős konferencián beleértve a szállásköltséget, a vacsorát, a nem tudom micsodát, végül is kiadnak 800 ezer forintot. Mi ilyeneket nem csináltunk, de hogy ez önmagában ez se lenne lopás. Benne volt minden a ezében.
Ezek egyébként Európai Uniós pályázatok, ugye? A fene se tudja, én nem tudom, ki emlékszik már. Én nem foglalkoztam. Ezzel ezt ez a bizonyos NKTH adta ki ezeket a pályázatokat. Itt arról van szó, hogy ezek többnyire nem humán pályázatok. Igen, itt ilyen 3-400 millió vagy 350 millió körüli pályázatok vannak döntően. Ilyen 50-70-90 milliós pályázatok jutottak a filozófiai szakterületre. Az is érdekes, hogy a 300 milliós pályázatokat vajon miért nem vizsgálták. Mert az nem is érdekes, mert valóban itt... Itt a filozófusokat kell kinyírni. Erről van szó. Na most az az érdekes az egész dologban, hogy ők most lévén, hogy kriminalizálni akarnak, azon az úton kell, hogy járjanak, hogy azt kellene bizonyítaniuk, hogy mi, ugye, most ezt nem tudom, milyen összefüggésben jelent meg először ez a gyönyörű kép, hogy kitalicskázt a bankókat, ha nem tudom onnan, ha nem tudom kicsoda. De ezt szeretnék bizonyítani, mert az, hogy az igazi bűn, hogy megcsináltuk azokat a könyveket, amelyeket megcsinálni, és nem csak könyveket, cikkeket, fordításokat, tehát nem originális magyar szerzők műveit. Hogy ezek mind elkészültek, ez a legnagyobb bűn. Igazi bűn az, hogy Orbán Viktort így, vagy úgy, vagy a mostani rendszerét kritizálták. Hiszen ezt ők említik, tehát a tulajdonképpen szinte ugyanabban a mondatban szerepel az, hogy önök elloptak pénzt, mint hogy kritizálták Orbán Viktort. De nem kritizáltam Orbán Viktort. Eszem ágával se volt. Annyira nem érdekel Orbán Viktor. Ez hát megnyert választásokat, és bevezet egy olyan rendszert, ami nekem nagyon nem tetszik. De most itt mi, és ha én ezt elmondom, akkor kinek mondom el? Annak a 17 embernek, vagy 1700 embernek, aki ugyanúgy gondolja, mint én. A többi pedig úgy gondolja, hogy ez lesz az igazi remek demokrácia. Most én ehhez egy árva szóval nem szóltam hozzá. Ennél fogva ezt a kettőt összehozni egymással, ez már csak azért... Igen, de elég, hogyha Heller Ágnes mond valamit, és... Szóval én is mondtam? Az biztos, hogy attól már mondta, hiszen akik 1973-ban közel álltak egymáshoz, azok nyilván most is közel állunk. Mi is közel állunk egymáshoz, ez egy másik kérdés, de hogy ki, mit... Szóval alapjában véve az alapvető bűn az, hogy... akár szólt valamelyikünk bármit is Orbán Viktorról, akár nem szólt, azt Orbán Viktor tudatában van annak, hogy liberális gondolkodású emberek, de nem csak filozófusok, hanem szántóvetők is, nem szeretik az autokratikus rendszereket, amelyet ő bevezetni kíván. Nekem vannak, hála Isten, olyan ismerőseim is, akik mégsem nem is értelmiségiek, és nagyon nem szeretik a bevezetett rendszert, de nem ez a probléma. Az igazi probléma, hogy ebben az ilyenben mindig benne rejlik a veszély, hogy minden lépésben kritizálni fognak. Tehát a legjobb rögtön az elején elhallgattatni őket. És az, hogy az ideológia és a filozófia az milyen viszonyban vannak egymással, tehát hogy az ideológia valamiféle filozófia? Nem. Sajnos az a helyzet, és hát törpef a koromban én is marxista voltam, ugye, és a marxizmus az ideológiának tekinti magát, és egyben a filozófiát is ideológikussá akarja tenni. Én nem nagyon-nagyon régen nem tekintem és érzem magam ideológusnak. Én ugyanis semmiféle társadalmi és politikai berendezkedés teoretikus megalapozására sem vállalkozom. Nem ezt érzem a feladatomnak. A marxizmus ezt csinálta, mint marxista. Nálam is természetesen megjelentek ilyen dolgok, de még marxista koromban is viszonylag korán kezdtem elhatárolódni attól, hogy a filozófiát, mint valamiféle, mondom, akár politikai, akár társadalmi rendszer megalapozásának
a teoretikus funkció, hogy a filozófia ezt a funkciót töltse be. Nem ez a feladat. Igen ám, de minden politikus eszményekre hivatkozik akkor, amikor meg akarja győzni a hallgatóságát arról, hogy őt kell választani. Ezek az eszmények, ezek nem filozófiai alapvetések valakitől? Nem. Mik ezek? Az ő eszményeik? Már ideológiák többnyire. Bár ennek a most alakulóban lévő rendszernek, és most itt nem is ez az állítása, hogy ez egy alakulóban lévő rendszer, ez nem is mond ellen az ő elképzelésüknek sem, mert ők is a 20 évet a sutba akarják dobni, és valami radikálisan újat kezdeni. Ennek nincs ideológiája. Itt a hatalom a hatalomért. Ez, ami megalapozza az egészet. A nemzeti eszme üres, mi ez a nemzeti eszme? Ilyen nincs, mert lehet valaki szocialista, lehet valaki konzervatív, lehet valaki liberális, lehet valaki zöld, ezek ideológiák. De az, hogy a nemzet, ez mennyiben ideológia, ez egy adottság. Igen, létezik egy nemzet. Hogy aztán ezt hogy definiáljuk, hogy mennyire kötődik egy állam polgársághoz, vagy nem kötődik ahhoz, ezek praktikus kérdések, amin lehet vitatkozni. Biztos ebben sem értenék egyet a jelen rendszer képviselőjével, de ezek nem ideológiák. Ezek pragmatikus politikai megfontolások. Az, hogy valaki szocialista, az egy ideológia, de az is egyre kevésbé látszik pontosan körvonalazhatónak lenni. Mi az, hogy szocialista? Azok után, ami hogy 89-ben történt, és az, ami azért alapvetően mégiscsak inkább a ti generációtoknak köszönhető, filozófiailag pedig szintén valahogy tőletek indul el Magyarországon, akkor ennek a dolognak a haszonélvezője, és az ő pártja, vagy a pártjában van mindenféle, de mondjuk az Orbán Viktor, aki egy viszonylag készen kapott revolúció egy pillanatában, mint fiatal ember fölállhatott egy pulpitusra, és ott mondhatott olyan dolgokat, amit nála idősebbek nem mertek esetleg kimondani, ettől ő még nem válik szerintem forradalmára. A forradalom nem az ő forradalma. De miféle forradalom? Hát most jó, én nekem mindezek a fogalmak kezdenek problematikussá válni. Mi az a forradalom? Nem tudom. Már rég nem tudom. A fennálló tagadása, hát ez rendben, de milyen szintig? Hát azért az, hogy ott egy diktatúrából egy demokrácia lehetősége jött létre, sőt, intézményrendszer is létrejött, hát, ami demokratikusnak. De mint látjuk tulajdonképpen, ide hallgass, én ugye minket, amikor már lecsengett az egész 73-as buli, akkor igyekeztek velünk jól bánni. Engem kiengedtek, ha tanítani akartam menni. Nem engedtek ki egy konferenciára, nem engedtek ki egy előadást tartani, mert már hülyék lesznek engem kiengedni egy napra, vagy öt napra, vagy egy hétre. Ahol ők abban reménykedtek, hogy kint fogok maradni, akkor kiengedtek. Tehát egyszer tanítottam Brémában 5 szemeszter hosszan, és aztán tanítottam 2-1 szemeszter hosszan New Yorkban, meg 1-1 szemeszter hosszan Peterborough-ban, az Kanadában van. Szóval ilyen dolgokra kiengedtek, de én mindig vissza akartam jönni azon az alapon, hogy engem minden ebben az országban elbruduljanak ki, ez az én országom, és inkább az én országom, mint az övék.
menjenek ők. Na most itt jött 89, és én 80-as évek elején hazajöttem Brémából, amikor viszonylag hosszabban voltam távol, közben is voltam itthon, de azt mondja, látogatóban inkább. Hazajöttem Brémából, és volt ez a bizonyos hát, repülőegyetem az Óra utcában, a Jávor Pisti lakásában, és akkor ahogy hazajöttem, megkértek, hogy tartsak egy előadás sorozatot a demokráciáról, mit tudom én, mi mindent fecsegtem össze. Nagyon szépen össze van foglalva 5 spicli jelentésben, ebből egy hülye volt, de 4 nagyon, nagyon intelligens spiclieik voltak, meg voltam velük elégedve. Ki lehetett volna adni. Na most én azt mondtam, hogy ne tessenek valamit félreérteni. A demokrácia az nem egyszerűen annyi, hogy van egy intézményrendszer, amelyik hát demokratikusnak tűnik, és még az sem elég hozzá, hogy ennek az egésznek a gazdasági működtetése egy szabadpiaci alapon nyugszik. A demokrácia az egy magatartásforma is, amelyet a demokrácia demokratikus berendezkedésű ország állampolgárainak kell tanúsítaniuk. Meg kell tanulniuk demokratikus módon viselkedni. Ha nem tanulnak meg, akkor nincs demokrácia, csak demokrácia látszata. Akkor nekem rontottak ottan, hogy én azt, ugyanazt mondom, mint a Kádár. Mondom én, mit mondott a Kádár. Kádár azt mondta, hogy demokratizálni kell, de majd mi mondjuk meg, hogy mikor vezethetjük be a többpártrendszerű demokráciát. Mondom, én ilyesmit nem mondtam, ha jól sejtem, én azt mondtam, hogy azonnal jó lenne bevezetni a többpártrendszerű demokráciát, csak attól még nem lenne demokrácia. Na most sajnos azt tanultuk meg ez alatt a 20 év alatt, hogy nem lett demokrácia. Az a 20 év sem volt demokrácia. Abban a 20 évben sem az öntudatos polgár határozta meg azt, hogy az okos nép gyülekezetében, ugye, hogy és mint alakuljanak a dolgok. Én nekem az az érzésem, hogy 89-ben lehetett volna ennek az országnak katarzisa. Ezt a magukat akkor politikusnak jelölő, önjelölt politikusok, hát valakinek kellett politikussá venni, ezt elmulasztottak abban gondolkodni, hogy itt katarzisra van szükség. A katarzis feltétele lett volna félretenni a demokraták, a demokratikus meggyőződésű politikusok ellentéteit más síkokon, és azt mondani, hogy kiépíteni az alatt, megtanítani az embereket egy dolgozni, kettő felelősen hozzászólni az ország dolgaihoz. De az első pillanatok kezdve arról volt szó, hogy egymást baszogatták magyarán a két rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ, ahelyett, hogy megpróbálták volna ezeket a feladatokat megoldani, meg is kapták a jutalmukat érte, még egy-két éve senki sem fogja tudni, hogy mi volt ez az MDF meg SZDSZ. Úgy tűnt, hát eltűnni már eltűntek, mint pártok, de még azért az emlékezetben talán élnek valamilyen módon. Ha akkor Antall Józsefnek és Kis Jánosnak sikerül összefogni és azt mondani, hogy kérem szépen a legalapvetőbb feladat ebben az országban, egy, a Kádár rendszer 25x éve után megtanítani az embereket arra, hogy a munka az nem abból áll, hogy hétközben lazsálok, és a hétvégén elmegyek jó pénzért macekolni, hogy a munkát azt nagyon is hát, komolyan kell venni. És ha megtanította volna őket hozzászólni a saját dolgaikhoz, akkor talán lehetett volna valami. Nem lett, és a végeredmény az ez, tessék. És ez most elég hosszú időre végeredmény. Én nagyon pessimista vagyok
Általában egy pessimista alkat vagyok, jó. De itt most azt hiszem, hogy megalapozott a pessimizmusom. Annál is inkább megalapozott, mert amikor azt mondják, hogy jó, meddig tart ez, és majd, ha ez eltűnik, és mondom, mi lesz a helyén? Mi van más? Már semmi sincs. Ez a dolog kezd a gusztustalanságból tényleg veszélyessé válni, és az egyetlen lehetőség, hogy külföld valamiféle nyomást gyakorol. Jó, az is lehet, hogy Orbán Viktor azt választja, hogy szembeszegül az Európai Unióval. A külföldi nyomást nem úgy értem, hogy neves külföldi filozófusok tiltakoznak. Olyan, ahhoz, hogy már 76 éves vagyok, annyi sok tiltakozást megéltem. A tiltakozás az könnyít a tiltakozó lelkiismeretén, de alig-alig tudok esetet, hogy bármi segítséget jelentett volna azok számára, akiket el akarnak taposni. Hát voltak, akik esetleg megúszták az akasztást. Nem túl sokan, de voltak a történelemben. Nem, itt a nyomást jelen pillanatban az Európai Unió tudja, ha tudja gyakorolni. Ha ez végképp nem, ez se érdekli az Orbán Viktor. Jó, hát most van ez a furcsa egybeesés a dolgoknak, ugye, hogy fél év, és az Európai Unió elnöksége itt van. Nagyon fura, hogy ennek a kezdetén indul el ez a támadás, ugye? Ez nem fog, valaki azt mondja, és nem biztos, hogy nincs igaza, hogy ez jó volt ez a filozófusok elleni támadás arra, hogy a Magyarországról szóló híradások centrumában most már ne a média törvény, hanem valami más álljon, mert már ez nagyon idegesíti őket. Lehet, hogy ez is benne van a dologban, de az is benne van a dologban, hogy elmenni addig a határig, amíg egyáltalán lehetséges. Tehát, ha az Európai Unió továbbra is szégyenlős és erőtlen marad, és azt mondja, hogy ennyi, de nem ehhez kilátásba szankciókat. Hát az második világháborút mi előzte meg? München természetesen. Szóval, ha nyomást nem tudnak gyakorolni, akkor... Na most, ha a nyomásgyakorlás eredménye az, hogy az Orbán Viktor azt mondja, hogy ez a mi kis hazánk, ugye a világ vezető hatalma, most egyedül kiállunk. Ilyenek is vannak Dél-Amerikában. És persze, hát vannak ilyenek is. Csak hát az arabik, valószínű, hogy egyben félre van tájékoztatva, vagy ő nem jól látja a dolgokat. Persze, hogy a Kádár rendszer tudott más lenni, mint az összes többi, ezt ne is tagadjuk, hogy más volt. Diktatúra volt, de egy enyhe diktatúra, és egy másfajta diktatúra, és egy olyanfajta diktatúra, amelyet a lakosság többsége minden tovább nélkül akceptált. De ez csak azért lehetett így, mert a Kádár pontosan azért, mert a nyugatnak is fontos volt, hogy legyen egy mintaszocialista ország, és mondhatsák azt, hogy nem a szocializmussal van baj, a kommunizmussal van baj, hanem arról, ahogy csinálják, tessék megnézni, hogy Jancsi bácsi milyen jó csinálja. Tehát pénzelték ezt a 10 milliós országot, ami világméretekben igazán nem van. Vagy csak egy fél mondat, tehát gondolhatjuk azt egy ilyen analógiát, ami ott ugye a Kádárra is gondolták sokan, sokszor, sőt, még velem is fiatalkoromban előfordult, hogy azt gondoltam, hogy a Kádár papa az jó, csak akik alatta vannak azok a gonoszok. Tehát gondolhatjuk azt egyrészt, hogy mondjuk például ez a magyar nemzetbeli támadásról a miniszterelnök nem is tud, csak... Na, ez ezt azért ne gondoljuk. Az, hogy nem direktbe iniciálta, azt el tudom képzelni. Ez másképp fog működni, ez az autokratikus rezsim, mint a többiek. Nincs ugyanis központi ideológiája, és nincs egy központi vezérlése. A vezérlés azáltal történik, hogy mindenki tudja, hogy erről mit gondol Orbán Viktor. Akkor is, ha Orbán Viktor nem mondja meg.
Na most az is lehet, hogy egy magyar nemzet újságíró akart nagyon ezért lenni, szorgos, és na hát írjuk, itt vannak ezek a pályázatok, mi is ez, ezt megtámadjuk ezeket, na jó, jó fog ez kijönni, rohadt büdös zsidók, mint tudom, hogy ők zsidóztak magukban, azt el tudok képzelni. És hát az első cikk, a második cikk odafönt természetesen akceptálták, sőt, minden valószínűség szerint örültek neki. Ők még sokkal jobban járnának akkor. Ha most azt mondanák, hogy ők ezzel nem értenek mindenben egyet, de nem tudják ezt mondani, mert ez nekik most nem jönne jól. Az például nekik valószínűleg jól jön, szegény Gulyás Gábor nem tehet erről, hogy ő tiltakozott, a tiltakozásában azt is megmondta, hogy ő a politikai paletta a másik oldalára tartozik, mint mi, ha mi tényleg szociál-liberális pártok hívei vagyunk, nem létező pártok. Ő pedig jobboldali, konzervatív, nem írta oda, hogy Fidesz, most már nem zavarban van, gondolom, a tekintetben. De hogy ugyanakkor úgy néz ki, hogy mégis kinevezik a műcsarnok igazgatójának. Na most valószínű, hogy ez egy remek húzás a hatalom részéről, mert azt fogja mondani, hogy tessék, egy ilyen kritikus figura, megkapott egy magas pozíciót. Megfélve fél év múlva kirúgják, ha olyas úgy vezeti a műcsarnokot. Ha még két ilyen dolgot fog mondani, mint most. Egy. Az mindegy, hogy vezeti a műcsarnokot. Egy. Szóval ezek, ez nem úgy működik, mint egy centralizált fasiszta vagy kommunista hatalom. Új, vegyük észre, hogy van új a nap alatt. Egy diktatúra, amelyik másképp működik, mint az eddigiek. Milyen jó. Érdekes. Hát érdekes, köszönjük. Hát kár, hogy érdekes. Jó lenne, ha érdektelen dolgok lennének a politikában, mert az érdektelen dolgok vannak a politikában. Akkor az jó, hát persze, hogy az lenne a jó, de hát most arra senki sem. Hogy ez egy kellemetlen, kemény rezsim lesz, azt gondolom, elfelé nem nagyon voltak az embereknek, a gondolkodó embereknek kétségei, de hogy ideig mennek el, hogy ilyen teljesen brüsszül visszautasítják az Európai Unió, de nem úgy, amikor már jó, hát amikor kritizálják őket, az vissza kell utasítani. De hogy nem, egy percig se gondolkodtak azon, hogy ez ott hogy milyen képet fog festeni az országra, nem értekli őket. Lehet, hogy abban az illúzióban élnek, hogy ha ez az Európának nem kellünk, akkor kellünk majd a Putyinnak. Nem fogunk kell, miért kell, vagy Kínának, miért kellenénk nekik? De azok nem szeretnének összeveszni a Merkel-el, ahogy a Viktor összevész vele. Miért? Minek az nekik? Miért jó az nekik? 10 milliós ország, hogy mi van? Abszolút nem érdekli. Jó, szóval a dolog lényege az, hogy itt ez egyelőre, ennek tényleg van bizonyos tömegtámogatása, az emberek többsége még mindig nem vette észre, hogy itten olyan intézkedések is történtek, ami őket el fogja szegényíteni. Azt a gazdasági folyamatokat nem látják át, én se látom át, fogalmam sincs. A optimista prognózisok a gazdaságot illetően. Az a kérdésem, Vajda Mihály valamikor egyszer átlépte egy felsőoktatási intézmény kapuját, nem ma volt. Még. Nem ma volt. De vannak, akik holnap fogják átlépni, vannak, akik most gondolkodnak azon, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek. Vannak, akiket a dolgok tehetetlensége folytán
föl fognak venni mondjuk filozófia szakra. Nincs ilyen. Már nincs filozófia szak. Sehol nincsen. Új Bolognában ma van ugye a szabad bölcsészet. 3 évig tanulnak ezt, azt, amaszt, mindenfélét. Igaz, az első év végén el kell dönteniük, hogy milyen szakirányba mennek, de azon belül van filozófia, külön etika, külön esztétika, művészettörténet, vallás, mit tudom, én nem exakt, amit mondok. Ezek az emberek nem fogják a filozófiát választani. És még ha választják is, akkor is ez egy olyan furcsa valami, hogy a mesterszakon aztán a master degree-ért 2 évet tanulnak, akkor kifejezetten filozófiát. De, szóval már szét lett verve a dolog, még a SZDSZ miniszterünk alatt. A filozófia nem kell sehol a világon. A kritikai hang. Senki nem szereti, aki politikus. Minek az? De nem kell ahhoz, hogy a világ előrébb menjen? Előrébb menjen a filozófia? Hát, teljesen fölösleges volt minden, ami történt, amit mi filozófiának gondolunk? Én már egészen másképp látom a dolgokat, filozófiát is, meg a történelmet is. Egyébként nincs olyan nagy történelem, de nem egy innen oda. Ez egy ilyen, valószínűleg ezek a monoteista vallásoknak a világa az, amelyik fölfedezte a történelmet, a világ teremtésétől megváltásig, hát ez leginkább ugye a keresztény vallásra jellemző, de hát az Európa keresztény is volt, ahol a filozófia élt és virágzott. Egy lineáris történelmi szemlélet a valahonnan valahova, én ebből már rég nem hiszek, nem megy ez sehova, hol ilyen, hol olyan. Attól, hogy bizonyos területeken olyan dolgok történnek, amit mi haladásként apostrofálunk, vagy értelmezünk, technikai haladás. Ezt én nem vonnám kétségbe, hogy ma nem lovon, hanem repülőgépen utazunk. Ez tény. Hogy ez jobb-e, azt már nem tudom. Önmagában nincs jobb vagy rosszabb. De visszacsinálni már nem lehet. De az, hogy itt egy, amiben még egy Hegel hitt, hogy a szabadságnak az egyre határozottabb kitágulása, ebben nem hiszek. Hol vannak diktatórikus periódusok, hol vannak viszonylag szabad periódusok. Na most a filozófia akkor létezik, abban a formában, ahogy Európában létezett, amikor ez a lineáris történelmi szemlélet szinte egyeduralkodó. Abszolút egyértelművé ez az újkorban vált, és abszolút egyértelművé a filozófiának ez a fajtája, amit mi még tanultunk, és amit még el is kezdtem én is oktatni 20 évvel ezelőtt. Akkor még ezen így nem gondolkoztam, akkor még ezen. Ez hozzákapcsolódott ehhez a haladás elvűséghez. Na most, ha leteszünk erről a haladás elvűségtől, ha úgy gondoljuk, hogy nem haladásról van, hanem bizonyos dolgokat szeretnénk másnak látni, vagy másképp csinálni, örülnénk, ha mások másképp csinálnák, vagy hogy mondjam, igenis, tud az ember hadakozni azért, hogy szebb vagy jobb legyen, de nem az, hogy most akkor már eljussunk a szebb és a jobb végeredmény felé, hogy arra menjünk, hanem az, hogy most legyen szebb és jobb. Annál is inkább, mert erről is a filozófia feledkezett meg ebben a korszakában. Az embereket még az, hogy mi lesz az unokáikkal, az még izgatja. Egyeseket meg az is, hogy mi lesz a dédunokáikkal, de tovább már nem gondolkodnak. Tehát nem arról van szó, hogy az kéne, hogy valamit tessék nekünk adni, ami ma
elfogadhatóbbá teszi az életünket. Na most ezt de hogyha a testnek nem tudják adni, esetleg, mert az korlátos, akkor mondjuk szükséges és jó lenne adni a léleknek, nem? Hát az, de hát ki hisz ma már abban, hogy a lélek az a testtől függetlenül is létezik. Ebben még a vallásos emberek sem igen hisznek. Úgyhogy a jelen pillanatban én nagyon pessimista vagyok, mert nem jó irányba megy a világ, akkor is, ha azt mondom, hogy Magyarország az csak az élcsapata ennek a teljes kiüresedés irányába menő periódusnak. Szóval nem jobb, egyetlen egy, hát én részben élek Németországban is. Németország az egyetlen most Európában, ahol azt mondom, hogy na, ez igen. Én nem tudnék németté válni, én nem úgy nőttem föl. De az, hogy éppen nekik most kicsit az jobban a megy, mint másnak. Az... Nem jobban megy, szimpatikusabban tudják csinálni. De úgy megmondom, tűnik, hogy jobban is megy gazdaságilag nekik, mint Európa maradékának hozzájuk képest. Azért nincs összefüggés a két dolog között, a szellemi pezsgés De. Megmondom, mivel, Ádám, ennek számomra világos. Az, hogy nálunk volt katarzis, olyan ritkán láttunk katarzisokat történelmet. Nálunk volt egy katarzis periódus, ezt mondanám, 45-től 68-ig. Egy szörnyű összeomlás, egy totális hát depresszió lelkileg, de még nem nagyon kezdtek el gondolkodni azon, hogy mit is csináltunk mi. Ez 68 táján, amikor fölnőtt egy új generáció, és az kérte számon a hitlerizmust még már megélt, és azzal hát hosszan azonosuló szüleitől, nagyszüleitől, hogy mit csináltatok ti akkor. És ez a 23 éves periódus, ez olyan mértékig, most itt egyetérek vele a lelkiségét, a szellemiségét, olyan mértékig alakította át ennek az országnak, hogy bátran merem állítani, ma Európának nem csak a leggazdagabb, de a legdemokratikusabb országa is.